Sziasztok! Ebben a videóban az édesítőszerekről, cukrokról szeretnék egy picit beszélni. Nagyon sok kérdést kaptam egy témakörben, hogy melyik cukor jobb, melyik az, ami diétásabb, melyiket alkalmazhatjuk, melyik az, ami egészségesebb, és ezért szeretnék kitérni erre a fontos témára. Maga az édes íz iránti igényünk az kisbabakortól megvan, és ez egy teljesen normális igény. Teljesen természetes az édes íz iránti fokozott vágy, ez már evolúciósan is kialakult, mert azok voltak a tápanyaggazdag ételek már régebben is, és ezért azután vágyakozunk. Maga az anyatej is egy édeskés ital, ami a baba első étele, itala, ugye? Szóval ezzel nincsen semmi gond. A hagyományos kínai orvoslás ötelem tanában is nagyon fontos szerepe van az édes íznek, illetve a hagyományos kínai konyhában is. Ez egy alapvető igény, hogy tápláljuk magunkat, tápláljuk a közepünket ilyen édeskés ízű ételekkel, de ez természetesen nem a finomított kristálycukrot jelenti, hanem a természetesen is édes dolgokat, egy gyümölcsöket, zöldségek közül répát, édes burgonyát, sütőtököt, tehát céklát, amiknek alapvetően is egy ilyen édeskés ízük van. A cukor 4 kilokalóriát tartalmaz grammonként, ez a kalóriatartalma, és igazából ez minden cukorra igaz, tehát a barna cukor, a nátcukor, a melasz, a juharszirup, az agaveszirup, a rizsszirup, a datolyaszirup, tehát ezek igazából mind különböző néven elnevezett cukrok, tehát ugyanolyan élettani hatásúak. Az, hogy mennyire emelik meg a vércukorszintet, tehát ez jelenti a glikémiás index fogalma, az változó lehet. És ez alapján azért különbséget kell tenni közöttük. Az is egy különbség, hogy milyen ízük van, milyen állaguk van, hogyan kristályosodnak, tehát bizonyos süteményekben mondjuk egy barna cukor karamellizálódása az nagyon jól jön, finom, nyilván a melasznak van egy ilyen nagyon különleges íze, mindegyiknek picit más íze van, mindegyiknek bejön mindenkinek van egy saját ízlése, hogy melyiket szereti jobban. Menjünk akkor így gyorsan végig a főbb cukortípusokon, és akkor elmondom mindegyiknek a jellemzőit. A szőlőcukor, ez a dextróz, ennek a glikémiás indexe a legmagasabb, ez 100, ez kereken 100, igazából a többit is ehhez mérjük. Ez döntően gyümölcsökben fordul elő természetesen. A gyümölcscukor, a fruktóz, ő természetes állapotban, kukoricában, illetve burgonyában szerepel, és nagyon sok összetett cukornak is alkotó eleme, tehát a kukorica szirup, ezek a glukózszirupok, a juharszirupnak is része. Intenzív édes íze van, a szaharóznál körülbelül 30%-kal magasabb az édesítő hatása, tehát kevesebb is elég belőle, és a glikémiás indexe az 23, tehát ezért van gyakran, hogy diabetikusoknak is ajánlott, mert a vércukorszintet megemelő hatása az alacsonyabb, mint a sima szaharózé. A nátcukor, illetve a répacukor, ez ugye két különböző növényből előállított cukor, az egyik az cukornádból, a másik pedig cukorrépából. A világ cukortermelésének a 80% az cukornádból készül, tehát nátcukor. Igazából a kettő az kémiailag teljesen megegyező molekula, tehát ebben nincsen bennük különbség. A glikémiás indexük 68, tehát olyan közepesen emelik meg a vércukorszintet. Igazából egyik sem egészségesebb, vagy diétásabb, vagy alakbarátabb, mint a másik, mind a kettő hasonló jellegű. Mert ugye szokták mondani, hogy nátcukorral csináltam, barna nátcukorral csináltam, és akkor ez édesebb, hát, vagy egészségesebb, hát igazából nem egészségesebb, hanem ugyanolyan, mint a sima kristálycukor. A barna cukor, az készülhet répacukorból is, illetve nátcukorból is. Igazából ebből készült cukrot kifehérítik, majd aztán mesterségesen melasszal visszabarnítják, visszaszínezik, tehát nem sok értelme van, vagy hát így, sőt, még több kémiai procedúrán esik át. Ugyanannyi a glikémiás indexe 68, pontosan ezért, mivel répacukorból, illetve nátcukorból készül. Az íze valamennyivel karakteresebb, tehát vannak olyan sütemények, amikbe emiatt ez ajánlott, vagy emiatt szokták ilyet rakni bele, de igazából nem egészségesebb egyáltalán, mint a kristály cukor, sőt, még plusz kémiai vegyületek képződnek, szóval igazából nem annyira jó választás.
A nyírfa cukor az igazából egy kakukk tojás, mert ez csak nevében cukor, valójában a cukoralkoholok családjába tartozik, és nagyon-nagyon kis mennyiségben szívódik fel, emiatt nem terheli meg az inzulin háztartást. Emiatt, hogy nem is szívódik fel, ezért a glikémiás indexe is nagyon alacsony, tehát ilyen 7 körüli, igazán kedvező ilyen szempontból. Az íze és az állaga nagyon hasonlít a kristálycukorhoz, de 40%-kal alacsonyabb az energiatartalma, tehát a kalóriatartalma is sokkal alacsonyabb. Az a hátránya, hogy például nagyobb mennyiségekben hasmenést okozhat, kb. 15 g felel meg 10 g cukor édesítő erejének, tehát kicsit többet szoktak belerakni, akik az édes ízet pótolni szeretnék vele, és azért ilyen dózisban már arra érzékenyeknél hasmenést okozhat. Sütéskor 160 Celsius fokig viselkedik úgy, mint a cukor, utána azért már furcsán tud viselkedni. Élesztőt egyáltalán nem tud felfuttatni, tehát nincsen benne az a potenciál, ami az élesztős tésztákhoz kell, illetve nem is karamellizálható. A stevia az egy új generációs édesítőszer, ugye az az igény hívta életre, hogy minél természetesebbhez hasonló, a cukorízével és viselkedésével megfelelő állagra, ízre megfelelő édesítőszert gyártsanak, aminek minél kevesebb a mellékhatása. Ez már egy abszolút új generációs termék. A stevia az sütésálló, tehát nem úgy, mint az eritrit, amit mondtam, hogy csak 160 fokig, és nagyon kedvező az édesítő ereje is, mert 3 kg cukornak felel meg 10 g-nyi a leírások szerint. Hát azért szerintem ennyire azért nem erős, de minden esetre sokkal-sokkal kevesebb kell belőle, mint cukorból kellene. A negatívumai közé tartozik az, hogy gyomorpanaszokat okozhat arra érzékenyeknél, tehát a tolerálhatósága az nem 100%-os, illetve van egy mellékíze is. A mesterséges édesítőkről nem sok szót ejtek, mert nagyon nem tartom őket jónak, tehát aszpartám és társai, ezek azért nem bizonyosodott bele nagyon nagy vizsgálatokon olyan, hogy ezek valóban egészségkárosító hatásúak, de azért vélhetően nem a legjobbak egészséges életmód szempontjából. És a végére hagytam a kedvenceimet, a teljes értékű növényi étrendbe illeszthető édesítőket, amik nem is édesítők igazából, hanem olyan alaptápanyagok, amelyeket bátran fogyaszthatunk. Ilyen a datoja paszta, amit ebből készítünk, a datoja szirup, bár annak nem minden része, nem minden boltban kapható verziója teljes értékű. A datoja az egy nagyon-nagyon széles körűen használható édesítő tényleg mindenre. Pasztát egyszerűen lehet belőle csinálni, hogy csak beáztatjuk vízbe annyiba, amennyi ellepi. Egy éjszakát körülbelül hagyjuk, hogy ázzon. Tehát egy pici vizet érdemes róla leönteni, elrakni természetesen más felhasználásra, tehát nem kiönteni a mosdókagylóba, hanem elrakni, és akkor letúrmixolja az ember, könyvzáres üvegbe, és akkor a hűtőben eltárolható 5-6 napig, akár egy hétig is. Hogyha időszűkében vagyok, akkor forró vízbe szoktam áztatni a datóját, és akkor úgy egy fél óra is elég, és ugyanezzel a turmixos módszerrel dolgozom fel. De most már boltban is, például az Aldiban nagyon kedvező áru datója pasztát láttam, azt hiszem 500 forint volt egy fél kilós csomag. Ez egy nagyon tömör massza, tehát ezt érdemes vízbe áztatni, vagy forró vízbe, vagy kicsi apró kockákra szoktam vágni, és egy picit vízbe beáztatom, mert ez egy nagyon tömör massza, de egy nagyon költséghatékony módszer, és ezzel még olyan sok dolog sincsen, vagy teendő. Szóval a datója az egyik legjobb édesítő, amit használhatunk. A banán, az almapüré, az ilyen édes zöldségek, amiket az elején is említettem, sárga, répa, sütőtök, édesburgonya, cékla, ezekkel remekül lehet édesíteni süteményeket. A múltkor egy soska főzeléket készítettem, amiben a babának is akartam adni, és ezért nem raktam bele cukrot, és ezért édesburgonyával, almával és sárgarépával édesítettem, és nagyon finom lett, és neki is nagyon ízlett, de nekem is nagyon ízlett, pedig én a hagyományos cukros verzión nevelkedtem, és az volt az abszolút kedvencem, de nagyon finom lett így is, szóval mindent lehet helyettesíteni ilyen édesítő szerek helyett,
természetes alapanyagokkal, amik a természetben megtalálhatók, és így teljes értékű növényi alapanyagoknak minősülnek. A glicinről kaptam egy kérdést, hogy esetleg az egy egészségesebb édesítőnek minősül-e, vagy hogy praktikus-e az, hogy ez egy fehérje tartalmú dolog. Ugye a glicin az egy aminosav igazából, ugye tudjuk, hogy aminosavakból épülnek fel a fehérjék. Egy olyan aminosav, ami véletlenül édes ízű, és ezért szokták használni ilyen testépítők, meg olyanok, akik egészségtudatosan gondolkodnak, hogy ez egy jobb alternatíva édesítésre. Én azt gondolom, hogy ebbe a fehérje vonalban, tehát az aminosav egyensúlyoknak a felborítása az soha nem szerencsés, az általában nem jó dolgokhoz vezet, kóros állapotokhoz is vezethet. Tehát az, hogy ez egy aminosav, az szerintem jelen esetben pont hogy nem előny, hanem inkább hátrány, tehát emiatt én nem alkalmaznám ezt egyáltalán édesítésre. A nemi hormonokban, ivarfunkciókban, immunrendszerben van szerepe a fehérje egyensúlynak, illetve a glicinnek, szóval ebbe szerintem nem szerencsés beavatkozni egy ilyen napi édesítő jellegű funkciójával, úgyhogy én a glicint nem javaslom, hanem a legjobb alternatívának a természetes édesítőszereket, tehát a természetben fellelhető édes alapanyagokat tartom. Remélem, hogy hasznosnak találtátok ezt a videót, és érdekes információkat meríthettetek belőle. Ha bármilyen kérdésetek van, akkor írjátok meg kommentben, azt is írjátok meg, hogy miről hallanátok szívesen. Hogyha tetszik ez a videó, akkor megköszönöm, ha lájkoljátok, vagy átkülditek valakinek, akinek az érdeklődésére számot tarthat. És ha érdekelnek titeket is egyéb ilyen információk vegán életmóddal, növényi táplálkozással kapcsolatban, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Szeretettel látlak titeket. Sziasztok!